Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják, március 16-án csütörtökön este 7 órától. Nézzük is legfontosabb híreinket egy-egy mondatban röviden. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezésre várták a sátorai jóújhelyieket. Varga Tamás honvédelmi miniszter helyettes is részt vett a Bodrogkeresztúri ünnepi megemlékezésen. Petőfi Bordal emléktúra Tokaj hegy alján. Sátoraljóújhelyváros önkormányzata, a Sátoraljóújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezésre várta a városban élőket. Dr. Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára mondott ünnepi beszédet, aki kiemelte, Sátoraljóújhely sok jeles szemét adott a történelemnek, ezért az egykori vármegye székhely kiemelt figyelmet érdemel napjainkban is. Ünnepi koszorúzással vette kezdetét Sátoraljóújhelyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett megemlékezés. A város önkormányzata nevében Szamosvölgyi Péter polgármester, Dankó Dénes alpolgármester, dr. Terdik Sándor jegyző és dr. Panyi Miklós a miniszterelnökség stratégiai államtitkára közösen helyezték el a megemlékezés koszorúját, majd a város intézményei, civil szervezetei is Kossuth Lajos szobra elé járultak. Ezt követően a Latabár Színházban Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke köszöntötte a megjelenteket. Szamosvölgyi Péter polgármester ezt követően beszédében idősebb gróf Andrássy Gyula személyét és munkásságát méltatta. Meg is találta a módját annak, hogy a magyar nemzet javát szolgálja. A mának szóló példa, hogy nem csak elkötelezettnek kell lenni egy igaz ügyért, hanem szüntelenül buzgolkodni is kell a siker elérésén. Jelen esetben a haza függetlenségéért, előrejutásáért, hanem minden helyzetben megtalálni a benne rejlő lehetőségeit, lehetőségeinket, elképzeléseink megvalósításában. Ha kell forradalmárként, ha kell honvédként a haza védelmében, ha úgy hozza a sors főispánként, vagy szép akaszotként, a kiegyezés egyik létrehozójaként, vagy miniszterelnökként, a monarchia külügyminisztereként, Ferenc József megkoronázójaként, vagy jó kapcsolatot ápolni a királynével, a hazája érdekében is, és hogy minden tette kölcsei szavait támasz alá. A haza minden előtt. Dr. Panyi Miklós a miniszterelnökség stratégiai államtitkára ünnepi beszédében kiemelte, hogy Kossuth Lajos és Andrássy Gyula gróf tevékenysége az egész nemzetre hatással volt. A régió és a város, mely mögöttük állt, ma is figyelemre méltó. Van mire büszkének lennie Sátoraljóújhelynek és Sátoraljóújhely térségének. E földön születtek, nevelkedtek, vagy éppen alkottak legnagyobb szabadságharcosaink. Innen indultak, ebből a tájból és folyókból merítettek erőt, s hitet harcaikhoz, amelyet sohasem önmagukért, hanem mindig a hazáért és a magyar szabadságért folytattak. Nem túlzás ezért azt mondani, Sátoraljóújhely és a vidéke, a magyar szabadságharcosok bölcsője és a magyar szabadság őrzője. Tisztelet ezért Sátoraljóújhelynek és vidékének és önöknek is. Ez az örökség viszont feladat és küldetés is egyben, a múlt nagyjai, államférfiai, nemzeti elkötelezettségének, szellemi örökségének ápolása és továbbörökítése, a magyar szabadság álhatatos védelmezése. A magyar vérzivatalos történelmből megtanultuk, hogy a szabadságot nem elég csak kivívni, hanem azt meg is kell őrizni. Kossuth Lajos azt üzente címmel ünnepi műsort adott a Bokréta Művészeti Iskola is. Az ünnepi alkalmat a Kiskata zenekar koncertje színesítette, akinek közismert dalát a Határon túli Sóvárad és Óbecset településekkel közösen énekelhették el. Jó magyar vagyok.
Közel egy évtizede évről évre átváltozik Sátoraljóújhely belvárosa 1848. március idusának Pestjévé. Ez nem másnak, mint a Kazinczy Ferenc Múzeum által életre hívott márciusi ifjak sétájának köszönhető. Ezen a napon korhű ruhát viselnek, hangadó forradalmárok nyomán járhatják végig az érdeklődők, a Pilvax Kávéház, a Landerer nyomda, a Börtön és a Nemzeti Múzeum képzeletbeli útvonalat. Ezen az éven a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt ez a múzeum belső terében valósult meg. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Idén sem maradhattak el a korhű ruhák, történelmi szereplők és a Kossuth kifli. Ugyanis 2014 óta a Kazinczy Ferenc Múzeum egy időutazó sétára invitálja mindazokat, akik szeretnének 1848. március 15-e felhevült hangulatú Pestjére visszarepülni. Ilyenkor megelevenedik a Pilvax Kávéház, a Landerer nyomda, a Börtön és a Nemzeti Múzeum lépcsősora is. Múzeum pedagógusként én arra gondoltam, hogy egy olyan fajta rendezvényt próbáljunk meg szervezni, meghonosítani, hagyományt teremteni, hogy a családok, gyerekek, kisebb-nagyobb gyermekek el tudjanak jönni a szüleikkel, hiszen csodálatos mindig a hivatalos megemlékezés, de az viszonylag hosszú egy gyerek, kisgyerekes család számára. És ezért itt múzeumi keretek között azt találtuk ki, hogy legyen egy tényleges séta, ami pergő, mozgalmas, hangulatos. Nyilván ehhez a jó idő szükséges, az időjárás, hogyha napos, akkor még ideálisabb. És így a városban egy sétát teszünk, énekelve, beszélgetve, március 15-ére emlékezve, egyfajta felelevenítés ennek az ünnepnek. A kosztümös műsorról néhány éve a Latabár Teátrum gondoskodik. Idén a kedvezőtlen időjárás következtében a múzeum épületében élhették át az érdeklődők. Mit nekünk havas eső, meg 70-80 km per órás szél, olyan műsora van a Latabár Teátrumnak, amely kültéren és beltéren is megállja a helyét. Már nem ez az első együttműködésünk a Kazinczy Ferenc Múzeummal, 2017-ben vagy 18-ban kezdtük először velük együtt ünnepelni a márciusi ifjak sétáját, amely már egy nagyon jól bejáratott márciusi ünnepi műsora volt a múzeumnak. És akkor úgy felbátorodtunk, hogy azt mondtuk, hogy minden éven tudunk még valami újat mutatni. Nagyon készültünk a mostani éven is, táncosokkal, egyéni produkciókkal is, igazi forradalmi hangulatot varázsoltunk, de hát az időjárás közbeszólt, de minket ez nem rettentett el. Azt mondtuk, itt ez egy gyönyörű ház, akkor megpróbáljuk itt ebben a házban a helyszíneket megeleveníteni. Engedjék ki Táncsicsot! Takarodjatok innen, Táncsicsot! Azt innen fogjuk megmenni! Évről évre egyre több közreműködő szervezet, egyesület vagy éppen intézmény részvételével, köztük a Börtönmúzeummal tartják meg a programot. Olyan módon, hogy ugye ezek ilyen megjelenvenülő budapesti helyszínek itt Sátoraljóhelyen, és hát ennek természetesen egy illusztris helyszíne volt Táncsics szabadítása, és adta magát, hogy akkor ez a Sátoraljóhelyi Fegyház és Börtön, illetve a Börtön Múzeum legyen ez a helyszín. Évekig egyébként az ügyészségnek a dufartjában volt berendezve egy zárka, aztán utána még élethűbbé tettük azzal, hogy a Fegyház és Börtönnek a bejáratát alakítottuk át Táncsicsnak a zárkájává. Most pedig az eső ezt sajnos elmosta, úgyhogy egy ilyen sajátos belső helyszínen rendeztük ezt meg. Úgyhogy ide jöttek át a Fegyháznak az állomány tagjai, akik aztán végül is Táncsicsnak az őrzői voltak, és próbálták távol tartani a menetnek a tagjait. Aztán elég látványosan sikerült idén is. Ezen a napon ingyenesen látogathatták a múzeumot a programon résztvevők, és kézműves foglalkozással is készültek a szervezők. Bodrogkeresztúr, Bodrog Kisfalut, Szegi és Szegilong települések önkormányzatai hagyományoknak megfelelően közösen emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójáról. Az eseményen részt vett dr. Koncz Zsófi, a miniszter helyettes, országgyűlési képviselő, dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő. Ünnepi beszédet mondott Varga Tamás, honvédelmi miniszter helyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, aki kiemelte, ma is versenyképes hadseregre van szükség, de most a béke fenntartásához. Az 1848-49-es szabadságharc idején Szegi és Bodrog Kisfalut határában zajlott le az az ütközet, amit a történelem Bodrogkeresztúri csata néven említ. Ennek emlékét őrzi az 1848-as emlékmű Bodrog Kisfalut határában,
ahol már hagyományosan a 4 önkormányzat, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalut, Szegi és Szegilon közösen emlékezik egy jeles eseményre. Dr. Kon Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő szerint 48 öröksége ma is fontos értéket hordoz magában. Ezeket az üzeneteket, amit ott megfogalmaztak a márciusi ifjak, azokat ma is az embernek érdemes figyelembe venni. Ugye azt mondták ebben a kiadványukban, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezek az üzenetek, ezek nem lehetnek a mai napnál aktuálisabbak. És azt gondolom, hogy mi, akik itt élünk Zemplénben, Tokaj hegyalján, nagyon-nagyon büszkék vagyunk a történelmi múltunkra. Ugye itt vagyunk a Rákócziak, a Kurucok földjén, mi ezt mindig elmondjuk, itt azért tényleg számos alkalommal a magyar szabadságért, a nemzetért küzdöttünk. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, az erő az egységben rejlett akkor is és most is. Úgy hiszem, hogy most is megerősítésre szorul, hogy erősségünk valójában mindig az elszánás, az erős akarat lehet. Az a tény, hogy ez a szabadságküzdelem, ez az erő egy kisebb területen sűrűsödik itt Zemplénben is, aminek egy ikonikus helyén vagyunk itt Bodrogkeresztúrban. Igen, az, ami valójában döntő szempont lehet számunkra, az az elkötelezettek ereje, akik képességeikre támaszkodva megszervezik, és maguk mögé állítják azokat, akik meghallják a jó szót. 1848. márciusában pontosan ez történt hazánkban. Varga Tamás honvédelmi miniszter helyette szerint a béke megőrzése a legfontosabb cél. Minden emlékezés akkor épít minket, ha jól emlékezünk. És akkor emlékezünk jól, ha tanulunk a múlt erényeiből és hibáiból is, és beépítjük azokat önmagunkba, amikor a jövőt építjük. Ma egy új magyar honvédséget építünk. Mi békét akarunk. De tudjuk azt, hogy a békéhez erő kell. A szomszédban zajló háború csak megerősíti azt a meggyőződésünket, hogy felkészültnek kell lennünk, amikor az országot meg kell védenünk, mert bár számíthatunk a szövetségre, amelynek tagjai vagyunk, elsősorban magunkra, önmagunkra, a mi magyar honvédségünkre támaszkodhatunk. Ezt követően az Eötvös József Általános Iskola tanulói ünnepi műsorát tekinthették meg a jelenlévők, majd a megemlékezés koszorúit helyezték el, az ünnepségen megjelentek. Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére nem csak városok, de az oktatási intézmények is emlékünnepségekkel készültek. Többek között a sátoraljai Jóújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola diákjai is így tettek, az 5. osztályosok készültek ünnepi műsorral. 1848. március 15-ére a szabadságharc dicső napjára emlékeztek meg az 5-esek műsorával a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskolában. A műsor több hét alatt sikerült összeállítani, hiszen több gyermek is beteg volt az elmúlt időszakban, mondta Szakál Miklós. Az osztályfőnök hozzátette még, hogy a diákok történelemből ugyan még nem tanultak a szabadságharcról, így is szívesen készültek a műsorra. Az 5-esek örömmel vállalták el, amikor megtudták, hogy megkaptuk a március 15-i műsor rendezését. Nagyon szeretnek szerepelni, énekelni, szavalni, és a tanárokkal, illetve a tanári karral együtt nagyon fontosnak tartjuk a hazafias érzelmekre való hangolódást, nevelést, úgyhogy külön öröm volt a számomra osztályfőnökként is, hogy ezt a műsort kaptuk meg. Sajnos a felkészülésünket az influenza járvány erősen befolyásolta, de a főpróbára minden összeállt és sikerült. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején és utána is több dalvers született, így egy-egy műsorhoz többet is ki tudnak választani. Azonban a kisebb diákoknál több szempontot is figyelembe kell venni. Igyekszünk a gyerekek képességeihez hangolni a megfelelő verseket és énekeket, és szerencsére többen járnak zeneiskolába is, úgyhogy ezt ki tudtuk maximálisan használni. Boldog vagyok és örömmel tölt el, hogy ilyen szép műsort adhattunk.
A nemzeti identitás megteremtésének és a kollektív emlékek átadásának még ma is az oktatás az elsődleges fóruma, elsődleges közvetítője pedig az iskola. Ezért ezeknek az ünnepeknek ebben a folyamatban kiemelt jelentőségük van, hiszen a történelemoktatás mellett ezek segítik elő a diákok szocializációját. A Tokaj-Hegyalja Egyetem Petőfi Bardal emléktúrára várta azokat, akik gyalogszerrel szerették volna végigjárni Petőfi Sándor hegyaljai 1847-es útját. Ezzel nem csak a 200 éve született költőre, hanem 8 település emlékhelyeit megkoszorúzva a szabadságharc minden zempléni hősére is emlékeztek. A 26 kilométeres tevállomásain a települések lakói és vezetői köszöntötték az emléktúra résztvevőit. Bodrog keresztúr, Bodrog kisfalut, Szegi, Szegilong, Olaszliszka, Vámosújfalu, Bodrogolaszi és Sárospatak. Egy 26 kilométeres útra felfűzött hegyaljai települések, melyeket Petőfi Sándor is végigjárt, ihletett és a himnuszban is megörökített nektárt keresvén. Most a Tokaj-Hegyalja Egyetem invitált mindenkit, hogy tegyék meg ezt az utat velük együtt egy Petőfi Bardal emléktúra keretében. A Tokaj-Hegyalja Egyetem egy új egyetem, amely 2 évvel ezelőtt jött létre, azzal a céllal, hogy a Tokaj-hegyalján egy új lendületet hozzon a borászatnak és az emberek életének. Ugyanakkor pedig a tradíciók nélkül nem lehet jövőt építeni, ezt mindannyian tudjuk, és a Tokaj-hegyalja Egyetemnek egy fontos célkitűzése, hogy a tradíciókat úgy őrizzük meg, hogy élményt adjunk a fiataloknak, és azt tudják, hogy jó, hogyha őrizzük azokat a hagyományokat, amelyekkel rendelkezünk. Ennek ez az állomása, ez a Petőfi Bordaltúra, amikor a diákjainkkal együtt tesszük meg az utat Bodrog keresztúrtól egészen Sárospatakig, felidézve Petőfi Sándor útját, amikor ezen a vidéken jár. A kulturális testmozgáson résztvevőket az útbelső településeken a lakosság és a polgármesterek köszöntötték. Sokan akár csak egy-egy szakaszra is, de csatlakoztak útközben hozzájuk. Gratulálok az egyetemnek ez a szép naphoz, hogy egy ilyen méltó megemlékezéssel emlékezünk 1848-49-re. És miközben itt álltam, a gyerekek egyszer csak úgy felemelték magasba a zászlót, és elkezdték kiabálni, hogy Magyarországon sajtószabadság van. Igen, Magyarországon szabadság van. És nagyon jó példája annak, hogy mind kellett keresztül menni ennek a nemzetnek, ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy a Rákóczyaktól 1848 és 1956 után a rendszerváltásig, hogy egymásra épülő politikai folyamatoknak a gyökeréből adódóan mondhatjuk most azt, hogy igen, Magyarországon sajtószabadság van, Magyarországon szabadság van, és a legfontosabb, hogy a Magyarország független. A túra ihletője a Petőfi 200 emlékév volt, azonban a teljesítők úgy látják, a túra hagyományá is válhat. Hosszú volt, mert több mint 26 kilométer gyalogoltunk, de fantasztikus volt. Faluról falura mentünk, mindenütt vártak, gyerekek, felnőttek, egészen megható szép volt, és én nagyon bízom benne, hogy ez egy valóban egy hagyományteremtő dolog lesz, hiszen Petőfi útját végigjártuk. A bordalokat elmondtuk, az utat teljesítettük, és most irány egy koncert, egy Petőfi koncert. Nagyon örülök, és a fantasztikusak voltak a diákok, a hallgatók, mindenki végigcsinálta le a kalappal. A túrát mindenkinek sikerült teljesítenie, aki vállalkozott rá, és sokakban már a jövő évi tervek is megfogalmazódtak. Hírműsorunk végén nézzük legfontosabb híreinket, ismét egy-egy mondatban röviden. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezésre várták a sátoraljóújhelyieket. Varga Tamás honvédelmi miniszter helyettes is részt vett a Bodrogkeresztúri ünnepi megemlékezésen. Petőfi Bardal emléktúra Tokaj-hegy alján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap a megszokott időben ismét jövünk a legfrissebb hírekkel, viszontlátásra!